Európa kupát nyert Bogáti Árpád testépítő Szerbiában. A versenyző nem csak súlycsoportjában bizonyult a legjobbnak, hanem az összetett versenyt is megnyerte. A felkészülésről és az elmúlt hónapok jelentősebb versenyeinek tapasztalatairól a napokban kérdeztük a testépítőt. Szeptember 17-én volt Romániában egy nemzeti bajnokság, ott indultam 80 kilóba, második lettem. Október 10-én viszont volt Szerbiában egy napba Európa Kupa, ahol 8 ország részvételével voltak versenyzők. Hát azt sikerült megnyernem, a súlycsoportomat is, meg az abszolút kategóriát is, ami azt jelenti, hogy minden súlycsoport győztese egy kategóriába versenyzett, és hát azt is sikerült megnyernem. Miről szól ez a verseny? Hát végül is három fázisa van a versenynek. Ugye felvonulnak a versenyzők minden súlykategória külön-külön. Először megnézik izomzatot csak úgy alap, tehát nem kell befeszíteni, nem kell semmit. Előről oldalról, hátulról, másik oldalról, és akkor megint előre fordulni. Tehát ez úgymond alap pózok, tehát nem kell feszíteni, és akkor van 7 kötelező gyakorlat, ahol bizonyos pozitúrákba meg kell mutatni az izomzatot, nézik az izomzat érettségét, tehát mennyire van lepucolva, mennyire látszanak a rostok, az erezés, a szálkásság, mennyire arányos a test, a láb a felső testtel, mennyire szimet, tehát mennyire tudja megmutatni a versenyző, mert ugye van, aki nagyon jól néz ki, viszont színpadon nem tudja előadni, nem tudja megmutatni. A színpadi megjelenés nagyon sokat számít. Gondolom ez alapján értékelik a versenyzőket a végén. Igen. És akkor van a harmadik fázis, ugye, amikor a versenyző úgymond szabadon választott gyakorlat zenére, ő saját maga választott zenére, előad egy kürt, ami itt azt pontozzák, hogy mennyire tudja követni a zenét, mennyire tudja a izomzatot harmóniába hozni a zenével, mennyire tudja megmutatni az izomzatát zenére. Hosszú évek óta foglalkozol testépítéssel. Hogyan történik a felkészülés egy-egy ilyen nagy megmérettetésre? Hát például én most 7 hónapot készültem. Ugye előtte évet kihagytam, egy kicsit elhanyagoltam magam a tavalyi éven, úgyhogy most hosszabb idő kellett, de általában 5-6 hónap alatt készülnek fel egy versenyre versenyzők. Hát először van az úgynevezett tömegnövelés, ahol az ember megpróbál minél nagyobb izomtömeget felszedni, de hát hangsúlyozom, hogy izomtömeget, tehát nem az a lényeg, hogy most agyonzabáljuk magunkat, és akkor jó nagy zsírtömeget felszedjünk, mert annak nincs értelme, azt úgyis le kell dobni, csak a száraz izomnak kell maradnia. És akkor utána, ez körülbelül 2 hónap, utána jön egy 2 hónapos úgymond formázás, amikor elkezdi az ember a kaját visszavenni, az edzésen is változtatni, amikor már elkezdi szeparálni, szétválasztani az izomzatot, és akkor jön a szárgásítás, általában az is 2 hónap, ahol teljesen lepucolni, arra figyelni, hogy minden kis izomrost, minden kis úgymond szálka látszódjon az emberen, mert hát ez nagyon, nagyon fontos, sokkal, például van olyan, amikor lefogyok 15 kilót, és mindenki azt mondja, hogy nőtem, híztam, holott 15 kilót fogytam, mert ez az optikai csalódás, amikor minden kis izomrost látszik, sokkal nagyobbnak tűnik az izomzat. Mit jelent a szálkásítás gyakorlati szempontból? Hogyan néz ki az edzések során? Milyen gyakorlatokkal lehet szálkásítani? Mindenféle gyakorlattal lehet, ugyanazzal a gyakorlattal lehet szálkásítani, amivel tömeget növelni. A titok annyi, hogy sokkal magasabb az ismétlésszám, amikor a tömegelésnél mondjuk egy ismétléstől maximum 5-6 ismétlésig terjed egy edzés. A szálkásításnál ez lehet 25-30 ismétlés kevesebb pihenővel, tehát tömegnövelésnél nagyobb a pihenés, szálkásításnál kevesebb a pihenő a sorozatok között. Sőt, vannak olyanok, úgymond szuperszett, amikor egyik gyakorlatról átmegyünk a másikra pihenő nélkül. De a szálkásítás az sokkal keményebb, mint a
A tömegnövelés nem csak az edzés miatt az is, de főleg a kaján, így teljesen vissza kell venni a szénhidrátokat, főleg az egyszerű szénhidrátot. Bár annélkül, hogy most összeállítanánk egy edzésprogramot, mivel és hogyan lehet a különböző izomzatokat megmozgatni, akár egy ilyen szálkásításnál, vagy akár tömegnövelésnél, milyen gyakorlatokat használsz, milyen súlyzókkal dolgozol? A skála az nagyon nagy, tehát minden izomcsoportnál van 8-10-15-20 féle gyakorlat. Az én módszerem az, hogy minden edzésen másféle gyakorlatot csinálok. Általában sajnos vannak olyan emberek, akik ragaszkodnak bizonyos gyakorlatokhoz, hogy 3 hónapon keresztül ugyanazt a gyakorlatot csinálják. Az azért nem jó, mert akkor csak ugyanazon a részen dolgozik az izomzat. Én minden edzésen másfajta gyakorlatot csinálok, és akkor teljesen mindenhol megdolgozza az ember az izomzatát. És végül is itt a lényeg az ismétlés számon, a pihenésen is, és a kaján. Nem is a gyakorlat féléken múlik, hanem inkább a végrehajtás, az, hogy szabályosan legyen végre, az, hogy teljesen legyen. Tehát ha láttam nagyon sokan ilyen kis pici, például egy bicepsnél ilyen kis pici húzásokat csinálnak, ez csak részlegesen dolgozik az izomzat. Kell néha azt is csinálni, de az az igazi, hogyha teljesen megvan ez az izomzat, tehát teljes hosszába, teljes mértékbe. A versenyen ugye nem csak megnézik, hogy mennyire formás az izomzat, mennyire szimmetrikus, gyakorlatot kell bemutatni. Hogyan lehet egy gyakorlatot begyakorolni, mi alapján? Ugye általában akik inkább kezdőbbek, tehát mondjuk első versenyük, első-második versenyük, azok el szokták lesni nagyobb versenyzőktől, megnéznek egy Mr. Olympiát, megnéznek világbajnokságokat, holott én szerintem még azok között is vannak, akik nem igazán tudnak jól zenére pózolni. Ez valamilyen szinten benne kell, hogy legyen az embernek a vérébe. Ugye én nem vagyok olyan nagy zene, tehát a zenehallásom nem egy kifinomult, viszont nem számítok rossz pózolónak. Vannak viszont olyan rutinos versenyzők is, akik 10-15 éve versenyeznek, és nem érzik a zenét. Tehát nem, habár általában a szabadon választott gyakorlatok, tehát a zenére pózolás az igazán már csak akkor segít, hogyha van két egyforma versenyző. Tehát az alapgyakorlatoknál, meg a kötelező gyakorlatoknál általában el van dőlve, hogy ki. Mert hiába tud valaki nagyon jól pozolni, ha a másik ember sokkal jobban néz ki, akkor nem lehet egy szabadon választottal megverni. Hát ez abban az esetben segít, hogyha van két egyforma versenyző, és akkor az egyiknek jobb a kűrje, a másiknak meg gyengébb, és akkor így eldöntik, hogy akkor mi legyen a sorsa. Az izomzat formálása és a gyakorlat betanulása egymással párhuzamosan folyik, vagy egymást váltja? Párhuzamosan folyik. Hát általában úgy szokás, hogy akiknek nem megy annyira a zenére való pózolás, az ugye egy-két-három hónappal is előtte kiválasztja a zenét, maximum két perces lehet a zene, kiválasztja a zenét, és akkor megpróbál először fejbe összerakni a zenére a mozdulatokat, a gyakorlatokat, és a végére már hát teljesen szinte robotszerűen berögződik. Vannak rutinos versenyzők, akik abszolút nem is gyakorolnak, hanem kiválasztják a zenét, összevágja, elmegy, és akkor lepózol rá, mert hát már benne van a vérébe, hogy mondja. A bevezetőben már említettük, hogy milyen versenyeken vettél részt, de a román versenyen kik vettek részt? Csak román versenyzők, vagy más országból is érkezhettek versenyzők? Nem, csak román versenyzők vettek részt. Én azért indulhattam, mert ugye én Erdélyből származom, Marosvásárhelyről, és hát mivel ott születtem, kettős állampolgárság révén indulhattam ezen a versenyen.
a testépítést, akik ismerik, gondolom tudják, hogy Romániában milyen a testépítés, milyen múltal, milyen kultúrával rendelkezik. Röviden arról, hogy kik elkerültél szembe, és milyen Romániában a testépítés helyzete. Elég jó színvonal képvisel, ugye hát eleve sokkal nagyobb tehát nagyobb a tömeg, több ember van, hát kétszer annyi ember van Romániában, mint Magyarországon. Ezáltal a versenyzők is többen vannak. Elég színvonalas verseny volt. Ugye hát én kifogtam a legerősebb, úgymond, versenyzőt, mert aki engem megvert, az megnyert az abszolútat is, tehát ez megvert mindenkit. Én most indultam először román versenyen. Volt egy kis hercehurca is a dopingvizsgálaton, ott hurcoltak 5 órán keresztül, de végül is minden jó lett aztán a végén. Szerbiában nemzetközi verseny volt, ezt ugye bevezetőben már említettük. Milyen színvonalnak látod a versenyt, hiszen már több nemzetközi versenyt megjártál? Na hát először is ezt el kell mondani, hogy ugye a NABBA ez egy másik szövetség volt. Mi az IFBB, én eddig az IFBB, te International Federal Bodybuilding szövetségbe versenyeztem. Ez a NABBA az egy másik szövetség. Ennek a szövetségnek a versenyén most indultam először. Itt annyiba különbözik, hogy nem súly kategóriák vannak, hanem magasság. Ugye egy 170 centi alatti kategóriában voltam. Ilyen téren azért volt nekem előnyöm, mert ugye hát a 170 centi alattiak közül kevesen rendelkeztek akkora izomtömeggel. Ugye általában 70-75 kiló, 65 kiló. Sok voltak az én ellenfeleim, én meg voltam 82 kiló, tehát ilyen téren előnyöm volt. Jó volt, viszont tudni kell, hogy abban nem olyan, annyira nem színvonalas, mint az IFBB, de viszont ez is nagyon jó színvonal képvisel. Viszont azt tudni kell, hogy a testépítés világ szerintem nagyon jó helyen áll. Tehát világbajnokaink vannak, Európa-bajnokaink vannak, és nem is. Hát most mondok egy példát, hogy két vagy három hete volt Ausztriában egy nemzetközi verseny, ahol a magyarok elhoztak 5 aranyérmet, 4 ezüstöt, meg 3 bronzérmet, meg egy negyedik helyet. Tehát ha valaki Magyarországon jó helyen tud végezni, meg tehát neves versenyzőnek számít, az nemzetközi szinten is megállja a helyét, mert a magyar testépítők nagyon jók világszerte. És a versenyeredmények mire predesztinálnak? Tehát a jövőben nemzetközi versenyeken szerepelhetsz-e, indulhatsz-e? Mire jogosítanak fel ezek az előkelő helyek? Ez meghívásos verseny volt. Végül is most már annyira nem. Például valaki indulhat most egyből magyar bajnokságon, régebben, amikor még én elkezdtem versenyezni, akkor nem lehetett, akkor kvalifikálni kellett vidék bajnokságról, Budapest bajnokságról, benn kellett lenni az első 4-ben ahhoz, hogy valaki részt vegyen egy magyar bajnokságon. Az a probléma, hogy sajnos eléggé elhanyagolták ezt a sportágat, pedig, mint mondtam az előbb is, a magyar bodybuilding nagyon jó helyen áll. Hát az a probléma, hogy minden más sport, hogy egyre jobban az üzletet látják benne, meg a pénzt, sajnos. És ahhoz, hogy az ember már, tehát nem elég csak egy jó genetika, vagy ahhoz, hogy jó helyen végezzen az ember, nem elég az elszántság, meg az, hogy ismerje az ember a testépítést, tudja minden csínyát, bényát, minden a kajálást, az edzést, a pihenést, mindent. Hiába van az embernek a kisujjában, hogyha nincsen rá pénze, akkor sajnos már nem lehet felvenni. Mert vannak olyan versenyzők, akiket ezelőtt 3-4 évvel simán legyőztem itt Magyarországon, most viszont olyan anyagi hátterük van, hogy meg se tudom közelíteni őket. Tengeren túlra, vagy akár Nyugat-Európába szándékozol menni, akár versenyzőként, akár edzőként a jövőben, hiszen ott azért tudjuk, hogy komoly kultúrája van, és komoly versenyek vannak. Igen. Hát itt is ahhoz, hogy az ember kijusson, ahhoz el kell jutni egy magasabb szintre, egy világbajnokságot megnyerni, meg hogy elismerjék, hogy tényleg tudják, hogy kicsoda, hogy ki ő egyáltalán. Ehhez meg megint pénz kell. Rengeteg pénzbe kerül egy,
egy testépítés, tehát egy versenyre való felkészülés. Gondolom, ez egy életforma is, tehát ennek alá kell rendelnie magát az embernek minden napjait. Tehát ezen a szinten már csak ezzel lehet foglalkozni. Igen. Itt Csornán mikor rendezzik meg legközelebb az Aréna kupát, hiszen az elmúlt évben úgy tudom, nagy sikerrel rendezték. Igen. Hát most szerencsésen harmadik alkalommal tudjuk megrendezni, ez már a harmadik évad, hogy megrendezzük. Első két évben ugye pénzdíjak is voltak, idén sajnos nem tudunk pénzdíjat adni, de elég komoly tárgyi jutalmak vannak, táplálékkiegészítők, elektronikai cikkek, meg hasonló dolgok. Hát idén is nagyon sok neves versenyző jelezte, hogy el fog jönni, reméljük eljönnek. Tavaly is nagyon jó színvonal volt, hát most például még ki meg se hirdettük a versenyt, aztán már jelentkeztek interneten, érdeklődtek a Csorna, az ország minden részéről, hogy mikor lesz az Aréna Kupa, mert a tavaly is nagyon jó volt, meg mindenki hallotta, hogy milyen jó volt a verseny, meg jó színvonalt képviselt. Hol és mikor lesz megrendezve a verseny? November 17-én a Csornai Művelődési Központban lesz. Délután 4-kor kezdődik a verseny, 3-kor jönnek a regisztrációk, tehát a versenyzők, de hát ezt a nézők ugye 4 órakor elég, hogyha jönnek. A belépés az díjtalan, tehát nem lesz belépő, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk, és reméljük, hogy legalább egy olyan színvonal lesz, mint a tavaly, de az előrejelzések szerint jobb lesz, még a tavalyi évnél is. Itt Csornán egyre többen foglalkoznak testépítéssel. Mi a jó ebben a sportban? Miért ajánlod a fiataloknak a testépítést? Hát először is szeretni kell, ugye? A másik dolog, hogy sajnos a testépítésnek a híre rossz. Tehát az emberek meglátnak egy izmos embert, és akkor azt mondják, hogy hú, hát ez csúnya, vagy a másik, hogy hú, hát ez buta, mert izomagy. De tudni kell, hogy nagyon sok magas beosztású ember is versenyzik, orvosok, mérnökök, igazgatók, és szerintem a testépítés is nem csak a testet, hanem a szellemet is edzi, mivel nagyon nagy kitartás kell, azért tudás is kell ahhoz, hogy az ember mit csináljon, mikor, miért, mire, hogyan reagál a szervezete, odafigyelni a táplálékra, tudni, hogy mennyi fehérjét, mi az a fehérje, mi az a szénhidrát, mik azok a vitaminok, hogyan reagál a szervezet, ugye mindenkinek más, lehet, hogy ami nekem jó kajába vagy edzésbe, lehet, hogy másnak másképpen kell, és mindenki, én mindig elmondom, hogyha összeállítok egy edzéstervet vagy egy kajatervet, hogy ez csak egy irányadó dolog, tehát ezt meg kell próbálni, és ha úgy érzi, hogy ez neki kevés, akkor még többet kell adni, mit tudom én, szénhidrátból, vagy ha úgy érzi, hogy hízik tőle, akkor vissza kell venni a szénhidrátot és több fehérjét. Tehát ez mind olyan dolog. Meg a másik dolog, hogy ugye a testépítés szinte az egyetlen olyan sport, ami magán hordja a mestersége címerét. Tehát az ember ránéz egy valakire, és azt mondja, hogy ez egy testépítő. De én nem akarom lenézni, mert én szeretem a focit, nagy foci rajongó vagyok. Én is focizok, van egy foci csapatunk is, de valaki ránéz egy focistára, nem mondja meg senki, hogy ez focista. Tehát a testépítésnek ez az egyik nagy előnye, hogy magánhol a mesterséget címerít. Egészségmegőrzés szempontjából sem mindegy, hogy hogyan edző az ember, hogyan végzi a testépítést. Egy edző, egy jó edző mellett gondolom, megfelelő körülmények között komolyan lehet vigyázni az egészségére, és közben természetesen egy nagyon impozáns testet tud felépíteni. Persze, természetesen. Hát végül is, amit az előbb is mondtam, hogy mindenkinek meg kell ismernie a saját testét, meg szeretni kell, és én ajánlom a fiataloknak is, nagyon sokat hallottam olyan visszajelzést, hogy lejönnének, de nem mer azért, mert túl vékony, vagy lejönne, de nem mer azért, mert nagyon elhízott, hát épp azért kéne lejönni. Itt senki se fog kinevetni senkit, mert mindenki elkezdte valahol. Én is 60 kiló voltam, amikor elkezdtem edzeni,
nagyon vékony gyerek voltam. Volt olyan ember, aki lejött 165 kilóval, és lefogyott 130 kilóra, tehát fogyott 35 kilót, nem tudta bekötni a cipőjét, utána meg vigan szinte szaladt. Tehát ezek olyan dolgok, hogy ezt nem kiröhögik, hanem becsülik az emberek, és főleg olyan embereknek ajánlom, aki olyan munkát, tehát ülő munkát végez, hogy nem mozog, irodai munkát, és akkor lejön egy kicsit, mozog a vérkeringését, az idegrendszernek is teljesen jót tesz, emésztésnek, mindennek, meg főleg, hogyha ugye megfogadják a tanácsokat az étkezésbe is, és ad egy, főleg, hogyha elkezd az ember alakulni, elkezd változni, látja saját magán, akkor az ad egy önbizalmat, teljesen másképpen érzi magát az ember, más a közérzete, teljesen másképpen fogja, érdemes kipróbálni csak egy hónapot, kettőt, és utána szinte beleszeret az ember a mozgásba, mert teljesen másképpen érzi magát. Köszönöm, és további sok sikert! Én is köszönöm!